folytatódik a Start, illetve kezdődik a Start Plus. Gitti Disznyi Gyetván Krisztina Mave titkára, laktációs szaktanácsadó és védőnő a vendégünk. Kezdjük csokolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon egyedi a magyar védőnői hálózat, vagy a védői hálózat, ezt mi tudjuk, ugyanakkor vannak még olyan problémák, akár szoptatással kapcsolatban, akár például információ átadással kapcsolatban, amivel soha nem gond, hogyha felhívjuk például a gyermekekkel és szülőkkel kapcsolatban a figyelmet. Most egy kampány indul. Mire szeretnék felhívni a figyelmet? Hát a kampánynak egy része most indul, mert hogy ez évtizedek óta van. És maga ez a kampány, amiről beszélünk, az a Szoptatás Világhete, ami augusztus 1-i héttel kezdődik, és egy felhívás arra, hogy ebbe a témába mindig is kell beszélnünk, illetve mindig is kell tennünk valamit, és mindig másért. Már azt nézzük, most kifejezetten föl szokták hívni a figyelmet arra, hogy milyen elhízás veszélye van tehát a kisdedkorban, kisiskoláskorban, aminek alapja mindig a prevenció. Tehát az, hogy megfelelő információkat jutassunk el a szülőkkel, és egy olyan alapnormáról beszélünk, mert nagyon furcsa, nem arról beszélünk, egy alapnormáról beszélünk, ami a szoptatásról szól. Azért itt van döbbenetes és ijesztő szám is. Világszerte évente 820 ezer gyermek halálában játszik szerepet a szoptatás hiánya. Miért? Hát ez nagyon összetett, mert az egyik rész, aki nem kapja meg, tehát például Magyarországon mi nagyon jól állunk, és azért itt a védőnői szolgálatnak, és azt hiszem, hogy nem is védőnői szolgálat, mindig tímekről beszéljünk. Tehát az egészségügynek a hozzáállása az, hogy elkezdik az anyát, ebben van egy hagyomány is, hál' Istennek egy nagyon jó hagyomány, illetve folytatják, és az a támogatókör, ami mindenféleképpen kell a szoptatás, hogy információt adjunk, támogassunk, az ott van. Ez az egyik oldal, akik elkezdik és jobban állunk, de Európában nincsenek ilyen arányok, illetve vannak olyan országok, ahol már egyáltalán nem valósulhat meg, mert hogy az éhezés minden szinten megjelenik. És nagyon érdekes, hogy az afrikai országokban, amíg szoptatja anya gyermekét, addig nem is szokott probléma lenni, de amikor már más táplálékot kap, annál igenis komoly problémák léphetnek. De akkor ezt nézzük is meg, hogy a csecsemőket mi mindentől védi meg az anyatáj? Hát ami nagyon jó ki lehet emelni, és ami a kutatások mondanak benne, hogy például az kettes típusú diabétesz, az elhízás, különböző felső légúti megbetegedésekben tudjuk, hogy nagyon jó szerepe van az allergiák megelőzésébe. Ez mind-mind szerepet játszik az, hogy segítsük a gyermeknek az ideális kezdést. És ami nagyon fontos, a kötődés, amit mindig ki szoktunk emelni, hogy a szoptatás az soha nem maga egy táplálási mód, hanem egy kapcsolat két ember között, vagy három, mert én sose hagynám ki az apát és maga a családot, itt mindenki ott van körülötte. Van egy nagyon pici ellentmondás, és kérem, hogy segítsen feloldani bennem ezt. Egyrészt tudjuk azt, hogy a magyar védőnői hálózat most már nem évtizedek, évszázad óta egyedi. Azt mondja, hogy Magyarországon ezzel kapcsolatban, a szoptatással kapcsolatban, figyelemfelhívással kapcsolatban jól állunk. Ugyanakkor a nemzetközi statisztikák azt mondják, hogy az egyik legelhízottabb nép vagyunk, illetve hogy a gyerekeknél nagyon súlyos probléma Magyarországon a gyermekkori elhízás. Akkor ez az ellentmondás hogy áll fent? Ez úgy áll fönt, hogy nagyon jók a bizonyos mutatóink, tehát hogy például az, hogy a kórházakban elkezdi az anya a szoptatás, de az, hogy mennyire kizárólagos, mert itt nagyon fontos dolog az, hogy az anyatej, úgy szoktuk mondani, hogy dózisfüggő. Minél többet kap egy gyermek, annál hatékonyabb tudja kifejteni ezeket a jó tulajdonságait, amiről beszélek, tehát hogy a kizárólagosság az nagyon fontos, hogy minél tovább meglegyen. És ez az időpont azt gondoljuk, azért mondom, hogy azt gondoljuk, hogy ez a 6 hónap körüli időszak, de inkább a 6 hónap vagy azon túl. Tehát, hogyha korábban kezdődik a hozzátáplálás, annak megvannak a rizikói. De nagyon fontos, hogy nagyon lényeges az, hogyha egy gyerek nem tudja megkapni anyatejből azt a mennyiséget, akkor megfelelő módon történjen a hozzátáplálás, ami az első időszakban, az első 6 hónapban ugye az a tápszeres pótlás, később pedig a megfelelő mennyiségű és minőségű étrendet kapjon. És nagyon fontos az, hogy mindig azzal foglalkozunk, hogy 6 hónap után mit tegyenek a gyerekek, hogy most mivel kezdjék. De nagyon kell odafigyelni, hogy ez milyen minőségű élelmiszer, hol tárolták, mivel mosták. Sokkal kevésbé foglalkozunk ezekkel a nagyon alapvető dolgokkal. De hogyha ismertek az előnyei, hogyha a világ egyik legtermészetesebb dolgáról van szó, akkor mégis mi okozza a problémát? Miért van szükség a Szoptatás Világhetére? Hát itt nagyon sok az információ is. Egyrészt a mai világban nagyon hiányoznak a minták. Tehát, hogy nagyon régen tudták azt, hogy a gyerek megszületik,
merre teszik és tápláltak. Akkor is voltak problémák, hisz megnézzük a történelmet, szoptató dajkáról beszéltek, pótlásokról beszéltek. A mostani világban egy kicsit elcsúszunk. Néha túl sok információ adja azt, hogy az anyák sokkal bizonytalanabbak, nincs rájuk mintájuk erre. Én azt szoktam mondani, és nagyon kéne hangsúlyoznunk, hogy a szoptatás egy tanult folyamat. Tehát nem úgy születünk, hogy mi tudunk szoptatni, hanem azt tudjuk, hogy a következő hetekben a gyermekünkkel együtt ezt meg fogjuk tanulni. Ugyanakkor mi az a mintaátadás, hiszen minden édesanyának van egy édesanyja, és minden anyukának van egy nagymamája. Tehát ez az elsődleges mintaátadás, vagy például a kiváló védői hálózat? Én azt gondolom, hogy nem szabad külön szedni őket, mert hogy a mintával az van, hogy az elmúlt évtizedekben, és azt nézzük, amikor a kórházakba bekerültek a szülések, az egy nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon nagy sok biztonságot hozott. De az a természetes táplálási mód, ami régen otthon történt, az valahol egy kicsit elveszett. Az egészségügy adott, azt gondolom, hogy akkor a legjobbat, hogy azt mondta, hogy az igény szerint szoptatás helyett egy időre való szoptatást javasoltunk, mert azt gondoltuk, hogy akkor az a jó, de ez nem valódi igénye volt akkor a gyerekeknek. És egy kicsit most az információk föl vannak keveredve. A nagyszülők még hozzák azt, hogy ne vedd föl, ne altasd egyedül, ne etesd bármikor, mert akkor el fogod kényeztetni. De valójában tudjuk, hogy az első időszakban, és ez úgynevezett válaszkép gondoskodásnak egy része, hogy a gyermeknek figyeljük a jelzéseit és reagálunk. És ennek a válaszkép gondoskodásnak az egyik része a szoptatás. Nagyon sok része van egyébként. Most a kampány mellé álltak sztáranyukák is, ugye? Igen. Igen, ez nagyon-nagyon jó, ezek a figyelemfelhívások. Én is láttam ezeket a fogtókat, és gyönyörűek, és nagyon jó, hogy ők a nyilvános szoptatás mellett kiálltak, mert az igény szerinti szoptatás nem azt jelenti, hogy otthon üljünk, hanem azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy bárhol, bármikor ezt meg tudjuk valósítani, és nekünk az a feladatunk, hogy támogassuk ezeket az anyákat. Végül is akkor ezek a sztáranyukák is gyakorlatilag követendő példát mutatnak be az anyukáknak, hiszen lehet, hogy a rajongó táboruk miatt többen figyelnek rá, ugye előbb, ha jól láttam, Szinetár Dórát, kiváló énekesnőnket látták, van egy akkora rajongótábora, hogy lehet, hogy aki ő nagyon szereti, akkor ő rajta keresztül az önök üzenet eljut hozzá. Igen, egy minta, nagyon jó minták, és azt gondolom, hogy sokkal, nagyon sok ilyen kellene, hogy felhívjuk a figyelmet. Hadd legyen egy záró kérdésem, reggel óta érdekelt. A védőnői hálózat az a munkakör, ahol a nagyon kevesek, talán egyetlen, ahol a nőt mindig hozzátesszük, hiszen hogyha van tanár, tanárnő, riporter, riporternő. A védőnőnél az ön szakmájában van férfi kollega, és ha van, akkor hogy hívják? Én úgy tudom, hogy összesen ketten végeztek az elmúlt évtizedekben, és nem tudom a nevüket. Védőnek hívják őket? Hát védőket, védőnőnek biztos, hogy nem, hanem védőnek, de azt gondolom, hogy ez olyan speciális, valójában női foglalkozás, érdekes, hogy miért. Ugye, mint a bábák, hogy a szülésznőknél is azért van egy női. Kérdezze rész. Már meg nekem, legyen kedves, hogy hívják a férfi védőnőket, vagy a védőnői munkát végző férfiakat. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Megígérem, meg fogom ennek. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi értékes információt elmondott nekünk.